Csak most már egy kicsit úgy kicsit dolgozom, és emellett nagyon sokat énekelek. Miért jöttél most hozzám, ha színházban dolgozom? Azért, mert ez egy teljesen új teret, és szeretném megtudni, hogy van-e itt esélye, és szeretném tanulni. Na, halló! És azt, hogy támogatják azt, hogy én ebben a versenyben elindultam, és ez nagyon sokat jelent, és helyek, hogy nem is sikerülne. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és folytatjuk tovább a műsorban! Én nagyon szeretem az Operett Színházat, és itt éltem 8 évig. És tök jól érzem magam a mai napig, és tök jó, csak úgy érzem, hogy nem jött el az a pillanat, amire úgy vár az ember, tudod, hogy van egy pillanatom, és akkor az 40 év múlva erre a pillanatra fog visszaemlékezni, hogy igen, ez az, amikor egy olyan dolog történt, ami valami korszakalkotó. És persze itt is nagyon jó dolgokat éltünk meg, de valahogy nem jutott el ez a pillanat ide. Tehát, hogy ezért azt gondolom, hogy az X-faktor az meg tudja adni ezt a pillanatot. Ez az ország egyik legnagyobb tehetségkutatója, és azt gondolom, hogy a világé is. Tehát amikor megnézem az amerikai vagy a londoni elődöntőket, hogy több ezer ember megy a válogatóra. Tehát ez annyi embernek az álma, hogy ez azt gondolom, hogy ez egy nemes cél, és bármit fölad érte az ember. És nem gondolom, hogy föl kell adni a színházi pályát érte, hanem jegelni kell, és aztán ki tudja, merre visz az élet. Mert úgy gondolom, hogy amit eljátszottam, azt el tőlem nem vehetik, de viszont kamatoztatni tudom majd talán az X-faktorban is ezt a tudást. Viszont abszolút nulláról kell kezdenem nekem is, és ez egy tök új helyzet, egy tök új pálya. Szóval jó lesz, nagyon várom már.